75 évvel ezelőtt alapították a 2015 óta a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bonyhádi Perczelmór Szakképzőiskolát. A nagymúltú intézmény azóta a völcsék szakképzésének igazi fellegvárává nőtte ki magát. Mindent megteszünk annak az érdekében, hogy a munkáltatóknak, az iparnak, a gazdaság szereplőinek versenyképes szakképesítésre rendelkező szakembereket adjunk. A tanítóink, az oktatóink, azok mindig is a térségnek a kiemelkedő egyénisége is, és jelentős képviselői voltak. A munkáltatóknak, a gazdaság és az ipar területén működő szereplőknek igyekszünk megfelelni az elvárásaiknak. Ez a múltban is így volt, és a jövőben is azt gondolom, hogy mindent megteszünk. Az iskolánk egyik legfontosabb törekvése, hogy biztos jövőt adjon a tanulóinak, egy versenyképes szakképesítést, és ez áthatja mindennapjainkat is. Manapság az egész országra és szinte minden ágazatra jellemző a munkaerőhiány, ezért is ér szó szerint aranyat egy szakma. Ahhoz viszont, hogy a most még csak tanuló diákok valóban hivatásai kiváló mestereivé válhassanak, korszerű oktatási módszertanra és infrastruktúrára van szükség, a Bonyhádi Perczelmór Szakképzőiskolában pedig mindkettő adott. Innovatív alkotói közösség műhely vagyunk, tanulószervezetként folyamatosan törekszünk arra, hogy az ipari technológiák, a modern technikák, az ipari világ, a műszaki pályák, vagy akár a szolgáltatási szektornak az elvárásának meg tudjunk felelni. Ez azzal is történik, hogy mi is folyamatosan pedagógusok is tanulunk, mert azt gondoljuk, az élethosszig való tanulás az ránk is tud vonatkozni. Pályakövetésünk alapján elmondhatom, hogy az érettségizett vizsgázott diákjaink legalább 90%-a főiskolán, egyetemen folytatta tanulmányait, szakmai képesítést szerez, illetve dolgozni kezdett. Az iskolában évek óta folyik felnőtt képzés is. Viszonylag kevés szakmon tudjuk ezt a felnőtt képzést elindítani, de viszonylag állandóan van pénzügyi számviteli ügyintézői képzésünk, ahol általában hölgyek egyébként ezzel a szakmával a kezükben, a munkahelyükön esetleg nagyobb jövedelemhez jutnak, vagy egy könyvelőirodában, pénzintézetben, állami gazgatásban el tudnak helyezkedni. A jövő év szeptemberétől induló új szakképzési rendszer a Bonyhádi iskolát is érinti. A korszerűsítés célzó átalakítások itt is komoly változásokat hoznak. Iskolánkban a szakképzés technikumban, illetve szakképző iskolában fog zajlani szeptembertől kezdve. Az 5 éves technikum egyesíti a gimnázium és a szakmai képzés előnyeit. Az 5 év elvégzése után érettségi bizonyítványt és szakmai végzettséget is szereznek a tanulók. Ezzel a szakmai végzettséggel egyenes út nyílik a felsőoktatásba, hiszen a szakmai érettségi egyben emelt érettségének minősül, tehát a mai követelményeknek meg tudnak felelni. Az 5 éves technikumi képzésben pénzügyi számviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus, épületgépész technikus és könnyűipari technikus szakok indítását tervezük 2020-tól. A szakképzőiskolánkban, melyben a szakmád mestere lehetsz, 3 év alatt lehet szakmai végzettséget szerezni. Ez alatt a 3 év alatt a tanulók az első tanévben tanműhelyes gyakorlaton vesznek részt, ahol megtanulják a szakma alapjait, amit egy szintvizsgával kell zárjanak. Ezután már a nyári szakmai gyakorlatot munkahelyen töltik, tanulószerződés keretében, ami az új szakképzési stratégia értelmében már munkaszerződésnek fog minősülni. Szerkezetépítő és szerelő, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, asztalos és kárpitos szakmákat szeretnénk indítani a szakképzőiskolákban. Nagyon fontos, hogy a szakképzőiskolásoknak sem zárul ilyenkor le a tanulás, hiszen a szakmai végzettség megszerzése után érettségit szerezhetnek nappali vagy esti tagozaton, és ugye ez a szakmai vizsga, ez egy érettségi tantárgynak számít nekik is, úgyhogy aki itt elég elhivatott, simán folytathatja főiskolán, egyetemen a tanulmányait.
Az iskola évek óta stabilan 500 fős diák létszámmal működik, sokan közülük már az itt töltött évek alatt találnak olyan munkáltatókat, akik szívesen alkalmazzák őket, ahogy végeztek a tanulmányaikkal. Így van ezzel a fűtésszerelőnek tanuló Beremenszki Péter is. 2017-ben kezdtem, akkor jöttem ide tanulni, és azért jöttem ide tanulni, mert megtetszett a suli. Igazából azért, mert konkrétan szeretek barkácsolni, és ezt találtam jónak szakmának, mert később jobb is el lehet helyezkedni ebben a szakmában. Akkor gyakorlati helyen vagyok cégnél, ott már kérdezték, hogy mind gondolkodok, hogy még akarok-e 2 évet érettségizni, vagy dolgozni szeretnék, meg egy másik cég is érdeklődött. A pénzügy számviteli szakon tanuló Kemény Anita könyvelő szeretne lenni. 13-osként már jó ideje koptatja a Bonyhádi iskola padjait. Azt mondja, egyik legjobb döntése volt, hogy itt maradt a 12. évfolyam után is. Azért maradtam itt, mert 4 évig tanultam ezt a szakot, és teljesen belopta magát a szívembe, tehát én érzem azt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, nagyon megtetszett, és tudom, hogy ezzel lesz jövőm. Abszolút napra kész a képzés, amit itt kapok. A Völcség legfontosabb szakképző intézményeként a Percelmor szakképzőiskola sok helyi és környékbeli céggel van kapcsolatban. A diákok ugyanis a duális képzésnek köszönhetően ezeken a helyeken szerezhetnek szakmai gyakorlatot. Így van ez a több száz főt alkalmazó, az egész világra szállító Bonyhádi Knipl Kft.-vel is. Az iskolából végzett diákok, akik nálunk találnak munkahelyet, ez egész jó, mert itt helyben elvégzik az iskolát, és utána nálunk el tudnak helyezkedni. Az iskolából, amit megkapnak alapképzést, azt nálunk még tovább fejleszthetik, tovább tanulhatnak, és ezáltal egy jó szakember válhat belőlük, ami későbbiekben megkamatoztathatja mindenhol a szaktudását, de az iskolában az nagyon fontos, hogy megkapják az alapképzést. A Knipl Kft. 1980-as években kezdődött, egy kis garázsból indult ki, most jelenleg több mint 400-an dolgozunk, és mi az egész világban festőberendezéseket gyártunk. Kanyarodjunk most vissza a Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor szakképzőiskolájához. A diákoknak itt ugyanis az iskola falain kívül is lehetőségük van, például nyelvtanulásra, az Erasmus Plus pályázatoknak köszönhetően. Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy tanulók 3 vagy 4 hétig Németországban élnek, laknak és Németországban dolgoznak. Tanműhelyben vagy igazi német munkahelyeken próbálják ki szaktudásukat és természetesen a német nyelvtudásukat is. Ez a tanulóknak egy fillérjébe nem kerül, hiszen minden költségét a pályázat tartalmazza, és a teljes szervezési, logisztikai ügyintézést mi tanárok végezzük el. Az iskolai oktatás mellett az itt tanuló diákokra gazdag diák élet is vár. Nagyon fontos számunkra az identitásnak a kialakítása a gyerekekben, hiszen hogyha kötődnek az iskolához, kötődnek a szülőföldhöz, talán könnyebben maradnak meg itt a Völcségben, itt Bonyhádon. Éppen ezért a Percel hagyományok ápolása az összekötődik a diák élettel. Ilyen a perceles gólyatábor, vagy a percelnap, ami a tábornok születésének a évfordulóhoz közel kerülő péntek. De mondhatnám azt is, hogy olyan külsőségekben is megjelenik a hagyományok ápolása, mint például a perceles póló, perceles pulóverek, sapkáknak a viselése, amit szintén a diákok találtak ki, ők formázták meg a dizájnt közösen tanárainkkal. És ami igazán fontos, hogy a Bonyhádi Percelmor szakképzőiskolának nem csak jelene és múltja, hanem komoly jövője is van. Az intézmény pedagógusai ugyanis amellett, hogy folyamatosan képzik magukat, tervekkel is tele vannak.
egy jó iskola mindig megújul, igyekszünk ebben szerepet vállalni innovátorként. Nagyon fontosnak találjuk azt, hogy a munkaerőpiac igényeit minél jobban kielégítsük egy keresetorientált szakképzéssel. A duális szakképzés eddig is nagy szerepet játszott, ebben még inkább akarunk szerepet vállalni. Most folyik éppen a kis, közép és nagyvállalatok, de akár a mikrovállalatok, a KKV-k feltérképezése, hogy kinek milyen szakirányban van munkaerőre szüksége. Nagyon erősen építünk a digitalizációra, az automatizálásra. Fontosnak találjuk például a nyelvtanulást, külföldi szakmai gyakorlatokat biztosítunk, célországban tervezünk külföldi nyelvtanfolyamokat, tehát azt akarjuk, hogy a gyerekek versenyképesen beszéljenek, és a szaknyelvüket is megtanulják. A következő időszakban komoly beruházások időszakáról fogunk beszélni. A Jókai utcai épületünkben a város egy nagyon komoly energetikai beruházással több milliós értékben fogja a tárgyi feltételrendszert, infrastruktúrát korszerűsíteni. Ezzel párhuzamosan pedig a centrum 2020 elejétől tervez a belső infrastruktúra megújítására, ez magába foglalja például az energetikai, a villamoshálózat felújítását, illetve vizes blokkok felújítását, tehát hogy egy esztétikus, modern, tanulóbarát tanulókörnyezet és munkakörnyezet is létrejöjjön.